Sokan azt tartják a nagyhajósokról, hogy nem igazán sportolók. Inkább szerelmesek. A Balatonba, a szélbe, a vízbe. Egy szóval mindenbe, ami a város dübörgő zajára, még csak nem is emlékezteti őket. Persze ez csak részben igaz. A Balaton méltóságos urai, az ő véleményük szerint legalábbis, ötvözik magukban az élsportolók fizikumát, a sakkozók taktikai képességeit, és mindezek mellett sokszor szerencsések is. Szükség is van mindenre. A fehér szalag, a nagyhajósok idei legnagyobb versenye ugyanis, egy kicsit hasonlít a kártyajátékokhoz. Az osztásnál, azaz a rajtnál minden eldől. Bár a régi balatoni hajósok hetedik érzéke a szélre specializálódott, minden azért nem jöhet be. Kedvenc tavunk ugyanis szeret masnit kötni a széljelzőkre, és húzamosabb ideig nem hagyja egy irányból fújni a szelet. Így aztán, aki a rajtnál, érzésből vagy szerencséből, jó irányba indul el, már gyakorlatilag meg is nyerte a versenyt. A Balatonfüred Fűzfő, Siófok, Tihany, Balatonfüred útvonal ugyanis nem könnyű pálya. Főleg ilyen szeszélyes széljárás mellett. A fehér szalag verseny egyébként még véletlenül sem a közismert kék szalag kifakult változata. A két nagy verseny között két nagy különbség van. Először is a kék szalag a páratlan, a fehér pedig a páros években kerül megrendezésre. Az igazi különbség azonban az, hogy még a Tihanytól keletre fekvő medence a fehér szalagé, addig a kék szalag a teljes Balatonban zajlik. Bár az útvonal nem hosszú, a verseny végére mégis nagy meglepetéseket okozott. Az élen hajózók ugyanis hatványozottan meg tudtak lépni a mezőn nagy részétől. Olyannyira, hogy a győztes barakuda és az utolsó befutók között több mint 8 óra telt el. Elrajtoltunk, rossz, legalább 40-50. Helyen lehetünk, és majd alsó őrsnél azonban már följöttünk 10-valahanyadik helyre. Kenese és Jófok között azonban megcsillanta a lehetőség arra, hogy mondjuk élre kerüljünk. És volt egy kedvező kis szél, és itt már megcsillant az a remény, hogy esetleg ezt a versenyt meg is tudjuk nyerni. A Tihanyi bóját azt mondom a magasan elsőnek, és utána, mikor befordultunk az célegyenesbe, akkor körülbelül egy olyan 2 kilométer előnyen megnyertük a versenyt. És bár a nagyhajósok nem annyira büszkék kis szeles eredményeikre, nem árt megemlékezni a második helyezett Sirokkóról sem. Általában a hölgyekre szokták mondani, hogy nagyon jól tartják magukat, de erre a hajóra is igaz, hiszen 50 éves és tényleg nagyon jól tartja magát. Milyennek a Sirokkó hajónak a története? Hát valóban a Sirokkó az 50 éves, valamikor 50 éve ezelőtt a Farad király számára készült a hajó. Hát aranyhajónak is hívják, abból az a története, hogy mikor vitték le a hajót a Dunán, Mohács magasságában megállították a vámtisztek, mert hogy aranyat sejtettek a hajóban. Átvizsgálták, és végül is egy dokba került, ahol ami után kivették a partra, és több évig a parton volt. Ez egészen 5-6 éve ezelőttig történet, amikor annyira leomlott az állapota, hogy partra került a hajó, és ekkor jött Izsák Szabolcs, aki nem tudta nézni a partra vetett... Partra vetett hajó. Így van. Ekkor jött a partra vetett hajó története, és a szövetség birtokába került a hajó. Kötött egy egyességet, hogy 10 évi bérletet kért a hajóra, és ennek fejébe felújítja a hajót, és most ennek e kapcsán áll a hajó. Mutassuk be egy kicsit ezt a hajót úgy, hogy mivel másabb ez, mint a többi? Hát mondjuk leginkább a hossza, az 18,5 méter hosszú a hajó. Hát ez gyönyörű, szép karcsú hajó, nem széles a többi mostani modern hajókhoz képest. Megközelítőleg 13 tonna a hajó. Maga a grósz az több mint 60 négyzetméteres. Van egy hatalmas génuánk, az 105 négyzetméter. Azt nagyjából itt az elején egy nőhöz hasonlítottuk ezt a Sirokkó hajót, mert hogy jól tartja magát. Azt általában tudjuk, hogy egy nőbe mit lehet szeretni, de egy ilyen hajóba mi az, ami megfogja az embert, vagy mi az, ami ide köti? Hát ennek a hajónak a fantasztikus, nyugodt futása az, ami lenyűgöző, és engem is meglepett, hogy
a balatoni hullámzás szinte alig érzékeli, szépen siklik. A méltóság teljes futás az, ami lenyűgöző ebben a hajóban. Mondhatjuk azt, hogy kecsesség, ha már itt a... Pontosan a légies kecsesség, hol a tonnákról van szó, de mégis gyakorlatilag olyan, mintha húznák zsinoron, szóval olyan szépen fut a hajó.